Főtiszteleti urak, tisztelt és kedves díjazottak, államtitkár asszony, professzor úr, rektor úr, milyen jó, hogyha egy rektornak vannak egyházzenei ismerete is, nem csak a díjazottnak. Legalább el tudjuk kezdeni a himnuszt, ami egy nem könnyű feladat egyébként más helyzetekben. Október 31-e a reformáció emléknapja, és hát van, amikor a miniszter is személyesen érintett azokban a dolgokban, amiket végez, de én azt hiszem, hogy itt mindannyian felekezetre való tekintetről érintettek vagyunk, hiszen az, amit a reformáció Európának adott, és a magyar reformáció Magyarországnak adott, vagy a magyarországi reformáció nekünk magyaroknak, és nem csak magyaroknak, hanem számos olyan népnek, népcsoportnak adott, akik itt élnek és éltek a Kárpát-medencébe, gondoljunk a szlovákokra, vagy éppen a német ajkúakra. Ez egy közös nemzeti kincs, és ezt a közös nemzeti kincset lehet-e jobban ünnepelni, mint hogy elismerjük azokat, akik ebben a közös nemzeti kincsben aktuálisan tevékenykednek, munkálkodnak, és komoly eredményeket értek el. Ez egy nagyon izgalmas teológiai vita, amit egy műveldés történész professzor jelenlétében csak óvatosan merek szóba hozni, hogy a hitnek és a kultúrának mi is a viszonya. Hiszen éppen a protestáns hit az, amelyiket néha még kultúra ellenességgel is megszoktak vádolni. Mégis a dolgok, az igazán fontos és az igaz dolgok a mélyen összetartoznak, és így a hit és a kultúra is összetartozik, és ezért fontos az, hogy a reformáció emléknapján tüntetünk ki olyan teológiai professzort és zenepedagógust, karnagyot, akik a kultúrában is nagyot alkottak. A teológia az az egyetemes tudományosságnak a része. Vannak olyan egyetemi rendszerek, ahol ez világosan kifejeződik, például a Károli Gáspár Református Egyetemen is, ott van az egyetemeknek a családjában, az egyetemeknek, az univerzitásnak az összességében jelen van a teológia, és éppen, hogy elcsíptem még Herczeg Pál professzor urat egy-két szemeszter keretében, tehát nekem tanárom is volt, bár a díjba nem szóltam bele, ezt tanúsíthatja a bíráló bizottságnak az elnöke, úgyhogy így külön is örülök, hogy a díjazottak között van. És hát a zene, az egyházi zene, ami megint csak egy izgalmas kérdés, hogy hogyan is tud hitet közvetíteni és kultúrát közvetíteni. A kultúra az nem kérdés persze, hiszen kultúrkincs, de hogy a hitet hogyan közvetíti, erről sok mindent lehet mondani. Én éppen ezért, hogy a katolikus testvéreink ne érezzék magukat kizárva ezen a napon, egy kollégámat szeretném idézni. Én egy olyan kis egyházközségnek voltam a lelkipásztora éveken keresztül, ahol szerintem a világon egyedül a katolikus, a református és az evangélikus németajkú egyházközség együtt emlékezett a reformációra. Hiszen a reformációban senki sem önmagát ünnepli, hanem a hitnek a bátorságát ünnepeljük, és az ünnepi előadást mindig a katolikus teológus tartotta, aki egyúttal felszentelt papa, kölni főegyházmegyének a lelkipásztora, és ő mondta azt, hogy az evangélikus, a protestáns, és ezenből az evangélikus egyházzene a német liturgiában azon a helyen van, ahol az eukarisztia van a katolikusoknál, tehát az igazi egyesülést a szentségessel azt az egyházi zenébe lehet átélni. Így beszél erről a katolikus, egyúttal fölemel bennünket és az egyházzenét, meg egy kicsit meg is bírál bennünket, hogy ott a eukarisztia körüli tanításban lehetnek hiányosságaink. Most gondoljunk ennek a pozitív vonatkozására, és ez valóban így van. A Deák téren én magam is rendszeres látogatója és élvezője vagyok azoknak a koncerteknek, annak a munkának, amit Kamp Salamon végez, úgyhogy nagyon örülök, hogy ő itt a mai díjazott, és ünnepeljük ma itt együtt, örüljünk ma együtt annak, hogy egy olyan kultúránk van, amelyik elképzelhetetlen keresztény, hívő emberek színvonalas hozzájárulása és teljesítménye nélkül. Ez a magyar kultúra, ezt ünnepeljük, amiben ünnepeljük a protestáns kultúrát, a katolikus kultúrát, és mindent meg kell tennünk azért a jövőben is, hogy ez világos legyen minél több ember számára Magyarországon, hogy mennyire szegényebbek lennénk anélkül, hogyha a reformátusok, az evangélikusok, a protestáns közösségek nem tették volna be abban a nagy egyetemes közös magyar kultúrába a saját hozzájárulásukat, a saját kincseiket, mert ezzel valóban sokkal gazdagabbak lettünk, úgyhogy ezen a szép napon nincs más választásom, mint hogy gratuláljak dr. Herczeg Pálnak is, és Kamp Salamonnak is. Köszönöm, hogy meghallgattak.